Sziasztó! Képzeljétek el, ups, lejtettem. Szóval eljöttem gyurkolizni, de most egy kicsikét leültem pihenni itt egy ilyen bazinagy kidőlt fán. Ja, hát nem tudom, hogy mondtam, de én nagyon szeretek görkolizni, már így kiskorom óta. Ugye először elmentünk régen anyám a jégkocsajázni, és már akkor is tetszett, meg így látszott, hogy van hozzá valamennyi érzékem, tehát így nem igazán kellett annyira tanítgatni, hogy hogyan kéne jégkocsajázni. Aztán később már, amikor azt hiszem nagyobb lettem, akkor vettünk rendes görkolit, de mindig ilyen béna teszkósokat sikerült vennünk, ami olyan volt, hogy ilyen full műanyag kereke volt, és a csapágyaival is volt valami gond, és alig lehetett hajtani, tehát így lögtem magamon kettőt, és akkor nem gurultam sokáig, hanem így mentem 2 métert, és leálltam, és így ennyi volt a görkolizás. És azon kívül még az is probléma volt vele, hogy mindig kidörzsölte a lábamat, meg így beleállt, és ilyen nagyon gagyi műanyag cucc volt, és a szivacsa is tök gagyi volt belül. Aztán így sok évnyi kínlódás után már úgy gondoltuk, hogy kéne egy normális görkori. És hol találjuk mi ezt meg? A használt piacon. Úgyhogy kemény 500 forintért vettünk egy rohadt jó görkorit, amit azóta is használok, ez kb. 11 valahány éves korom óta megvan, és egy picit megvannak kopva a kerekei, meg hát alapból is valamennyire kopott volt, ugye használtan vettük, de tök jó meg minden, és hát picit hangosabb, ahogy megyek vele, meg már nem gurul olyan szépen, de még mindig nagyon jó, úgyhogy most ezzel görkorizgatok. Ugye Meidó mondta, hogy vettek a Tesco-ba tök jó áron görkorit, én is megnéztem, viszont hát ami ilyen olcsóbb volt, az csak 34-es méretig volt, ez ilyen 2-3 ezer forint volt, vagy nem is tudom mennyi. Úgyhogy szerintem megint el fogunk majd látogatni a használt piacra, és megpróbálok beújítani olcsón egy tök jó korit. Mert szeretek görkorizni. Ugye mások így biciklivel tök jól el vannak, de én inkább a görkorit szeretem. Régen is nagyon sokszor volt, hogy úgy mentünk anyámmal vásárolni, hogy biciklivel, én meg görkorival kísértem, és általában én voltam, aki gyorsabban ment. Meg úgy akárkivel így biciklizgettem, ugye ő bicikli, én meg görkori, én mindig gyorsabban mentem, meg én jobban bírtam görkorival az iramot, mint ők biciklivel. Úgyhogy nekem az így jobb. A biciklit szerintem nehezebb is hajtani egyébként. Meg nem tudom, mondjuk biztonságosabban érzem magam biciklivel, de hát a görkorit meg jobban szeretem. Ugye az, hogy ezzel is meg lehet tenni nagy távokat, viszont nincsen csomagtartód, vagy bármi ilyesmi, ahol le tudnád pakolni a cuccokat, így hát nem olyan kényelmes mondjuk túrázni menni görkorival. De tényleg volt olyan, hogy mentem anyámmal boltba, ilyen nagy vásárlás, metró, meg ilyen nagy Tesco, meg ilyenek, és azt csináltuk, hogy vittem magammal váltócipőt, és akkor az ilyen cucc megőrzőből leraktam a korimat, és átvettem a cipőmet, és úgy mentünk vásárolni, és ez tök jó volt. Ja, most amúgy azért jöttem ki, mert tök szép idő van, és szeretnék majd csinálni ilyen Lilith VS Word-öket, ilyen Herbie Copy. Lehet, hogy fogom nevezni, én és a világ, vagy mit tudom én. Még ezen nem gondolkoztam el annyira. És majd szeretnék ilyen erdőbe menős videókat csinálni. Viszont az már biciklivel nagyon valószínű. Ugyanis Győrbe, vagyis hát Győr új barátnál kezdődik a Pannonhalmi Tájvédelmi Egység, ahol már többször is jártunk, amikor voltunk Győrúj baráton táborozni. És tök jó volt, mert ott ilyen bazi nagy erdő van dombokkal, meg minden, és nagyon nagy elvileg. Vagyis hát nem tudom pontosan, de nézegettem a térképen, hogy Győrúj baráttól Pannonhalmáig tart. Szóval elég nagy, és Pannonhalma is azért eléggé ilyen erdősebb izé-mizé terület. Úgyhogy, ja, jön valaki. De who cares? Remélem nem minden, vagy nem nézelődik, nem mindegy. Tiszta ciki vagyok, nem? Nem. Ja, nem nagyon találtam olyan helyet, ahova el tudok jutni görkorival, és tudok is videózni, úgyhogy, ja. Na, közeledik.
Na, elment a csávó, mondanom se kell, gyökkettővel közlekedni. Na mindegy. Mit akartam még elmondani? Ja, hogy amúgy, ahol most vagyok, tökre ilyen ősz feeling van, ilyen lehullott levelek, meg mindent, nem is mutatom. Ezen a fán ülök. És ennél az erdőnél videóztam az autumn videómnál, ami igazából nem ilyen nagy cucc, meg ilyesmi. Csak jöttem erre felé biciklivel, és felszereltem a kormányomra a kamerát. Egy nagyon egyszerű zsinór, vagy mi az, kábel kötegelővel, vagy mi a tököm az. És úgy mentem itt körbe, közben videóztam, és azt felvettem egy videóba. Tettem rá két effektet, és nagyjából ennyi. Úgyhogy az itt tök jó volt. Na, és erre videóztam. Ez egy ilyen picike erdőféleség, tényleg nem nagy. Itt van mellettünk egy suli, az Apor iskola, meg annak az udvarjai, meg ilyen, mit tudom én, mik arra felé szerintem van valami óvodaféleség, mert más szokákat láttam, nem tudom. És egyébként ez egy tök jó környék, de így nem sokkal van tőlünk távolabb, viszont arra felé, arra, már csak egy tó van, és onnantól vége van Győrnek, szóval mondhatni így eléggé a város színén lakok. Bár nem annyira, de innen látszik igazából, hogy nem is olyan nagy város Győr. Tehát a belvároshoz is közel lakok, meg a város széléhez is, meg a következő városhoz is, vagyis egy ilyen kisebb város, ugye Szabadhegy, vagyis inkább városrésznek mondanám. Na mindegy. Nézzetek körül. Ja, hogy bocs, hogy ilyen hangos, ahogy így járkálok, de Görkori. Itt van egy nagy kidőlt fa. Bár szerintem nem is volt annyira kidőlve, hanem eleve ilyen hullaferde lehet a szegényke. Ilyen furcsán néz ki. És hallok ilyen madárhangokat, ilyen galambféle turbék. Nem tudom, hogy mondják, vagy mi az. Na mindegy, keresni kéne egy olyan helyet, ahol le tudom tenni a kamerát, és úgy tudok dumcsizni, vagy valami, vagy korizni. És nem is látnak túlzottan sokan. Lehet, hogy el fogunk menni a temető mellé. Na mindegy, menjünk! Menni az úton, mert eléggé lejtős, és nem akarok leesni ott a lépcsőn. Meg itt nagyon forgalmas az út, de szerintem ezt halljátok ti. Itt van egy tó. A Marcal nevezeti tó. És tök jó. Ott van a víztorony. Ami szerintem az ablakunkból szokott látszani, amikor ott videózzatok. Már ha videóztam, kegyetlen az ablakon. Emlékszik ilyenekre. De mindegy. Most visszafele fogok menni szerintem. Ja, egyébként nem találtam olyan helyet még, ahol tudnék úgy videózni, hogy leteszem a kamerát, és nincs senki. És az út is jó, hogy ilyen elsek el, mert ilyen tök hülye butkás utak vannak errefelé. És hát nem nagyon találtam jó helyet. Ami meg van, az úgy néz ki, hogy sokan járnak arra kutyát sétáltatni, úgyhogy ja. Na, hogy most át fogok menni, most igen, átmegyek, igen. És itt legurulunk az úton. Hallottátok?
Bazzeg, ennek a gyereknek, aki kiszólta az autóból, hogy gyorshajtás lassít. Tökre olyan hangja volt, mint a rezervátumban Cucunak, Kiki barátjának. Lol. Na, merre menjünk? Erre nem ismerem az utakat, ilyen kis utcák. Én jobban szeretek ilyen rendes úton korizni. Sokkal jobb. Na, jön, most így senki. De jön valaki. Akkor nem szóltam. De közben zenét hallgatnak, nem tudom, mennyire hallatszik, de remélem nem annyira. És a kamerám is le akar merülni. Ugye, aki ugyanáll, hogy nem tölti fel a kameráját, az nagyon okos. Amint az elemeket, de lényegében nem. Nekem azért kell hely, nagy darab vagyok, na, hát ez van, kövérség.